Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 22-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Mi történik ezen a napon? Mi az energia? Megnézzük, hogy mit mutat itt ez a kártya. Látható a hajó, és a hajó szimbolizálja a reményeket. Tehát, ha valamit tervezel, akkor megvan ehhez a remény, hogy megvalósul. A hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, ez lehet internet kapcsolat is, tehát valaki keresi veled a kapcsolatot, vagy szeretne meglátogatni téged, vagy lesz egy meghívás, tervezhetsz egy utazást. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van Mars bolygó szimbóluma. Itt ez a kasza elvág valamit. Lezársz bizonyos témákat, lezársz egy helyzetet, lezársz bizonyos kapcsolatokat. Ez a kasza jelentheti azt is, hogy lesz egy meglepetés, történik valami, amire nem számítottál. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt van Merkur bolygó szimbóluma. Mi történik szerdán? Beborul a felhő, itt valami átláthatatlan. A felhő jelenti az időt, és mégpedig fél évet. Lehet, hogy szerdán lesz egy esemény, vagy egy kapcsolat, amit fél évvel ezelőtt átéltél. Jupiter bolygó uralkodik csütörtök felett. Itt lesznek kapcsolatok, vagy szerződések. Az is lehet, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Persze, ez a gyűrű jelentett házasságot, eljegyzést, vagy egy meghívást erre az ünnepségre. Ez is lehet, hogy a gyűrű ezt szimbolizálja. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a nap és Merkur bolygó együtt hat. A nap megvilágít valamilyen témát, és Merkur bolygó jelenthet szerződéseket, kapcsolatokat, tanulást, vagy utal a kommunikációra. Megvan pénteken arra a lehetőség, hogy valamit tisztáz valakivel. És mit mutat a kártya? Lesz egy hír. Kapsz egy levelet, egy e-mailt, manapság, inkább erről van szó. Ez a levél lehet egy szerződés is. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, a sors bolygója. Itt látható a nyilvánosság. Megjelentek a nyilvánosságon, vagy mások észrevesznek téged, megkapod a megbecsülést, az elismerést, vagy lesz egy meghívás, egy ünnepség a nyilvánosságon. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. A hold jelentheti az anyukádat, az anyai témákat, de utal az álmokra is, az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, itt érzelmekről van szó.
Az is lehet, hogy álmodsz valamit, és ez egy fontos üzenet számodra. Vagy hogy ő álmodik, álmodozik rólad. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!